káosz az életem. Segítsetek valaki, mentsen meg, légy! Csodálatos napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Elérkeztünk a következő videómhoz, ahol egy olyan videó jön, ami még sose volt a csatornámon, ehhez hasonló se. És ha teljesen őszinte szeretnék lenni veletek, akkor elmondom nektek, hogy tavaly meg szerettem volna csinálni ezt a videót, viszont talán lehet azt mondani, hogy a hanyagságom miatt elmaradt. A mai videóban moodboardot fogunk csinálni, vagy dreamboardot, álomtáblát. Nagyon sokan szerintem tudjátok, hogy kifejezetten benne vagyok ezekbe a szikretes dolgokba, a vonzástörvénye. Lehet, hogy sokan voodoo-nak tartják, én teljes mértékig hiszek benne, amennyire tudom, szeretem is gyakorolni, és tavaly eldöntöttem, hogy fogok csinálni magamnak egy ilyen álomtáblát. Aki nem tudná, hogy mi is ez, elmondom nektek, hogy kell hozzá egy tábla, ami lehet akár papír, lehet akár parafa tábla, amire szépen felragaszgatjátok, vagy felszurkáljátok azokat a dolgokat, amiket abban az évben, vagy esetleg hosszú távú céljaitokat, amiket el szeretnétek érni. És ugye az egésznek a lényege az az, hogy minél többet látod, annál többet gondolsz rá, és bevonzod. Hát az én táblám az egy fekete, egyébként nagyon-nagyon jó kartonpapír. Egy év alatt azért megsínylette a gardróbban való tárolást, hogyha szeretnétek tudni, de lényeg a lényeg, tökéletesen el fognak férni rajta a képek, amiket kinyomtattak nekem, amire szükségetek lesz természetesen egy tábla, a képek, mindjárt látni fogjátok, hogy milyen irányba kell elindulni. Szükségetek lesz egy ollóra, amivel kivágjátok, de nyilván én ezt már előre megcsináltam, úgyhogy most nem kell vele foglalkozni, és szükségetek lesz egy ragasztóra, vagy egy kétoldalú ragasztóra, attól függ, hogy mivel fogjátok tudni felragasztani, ezt még én se tudom, ugyanis ez az a ragasztó, amivel a szemöldökömet szoktam felragasztani, úgyhogy csak reménykedem benne, hogy erre is működni fog. Biztos kíváncsiak vagytok rá, hogy hova fogom kirakni az álomtáblámat, és el kell, hogy mondjam nektek, hogy fogalmam sincs. De mihelyest kitalálom, hogy hol lesz a helye, meg fogom nektek mutatni, ígérem, viszont kezdjünk bele, és nézzük, hogy mik lesznek rajta a 2021-es álomtáblámon. Tehát, mint azt az előbb már mondtam, itt vannak az én képeim, és a legizgibb része egyébként szerintem ennek az egész álomtáblagyártásnak, amikor kiválogatod a képeket, és átmész igazából az egész évre tervezett céljaidon, és összegyűjtöd, hogy mit is szeretnél elérni ebben az évben. Nagyon sokfajta dolgot gyűjtöttem egyébként össze, vannak idézetek, szavak, vannak képek, vannak átvitt értelmű dolgok, és teljesen konkrét dolgok is, viszont az első, amivel szeretni kezdenék, az egy központi idézet, és lehet, hogy felszínesnek fogtok tartani, vagy lesz olyan, aki így gondolja, viszont a központi idézetem angol, ugyanis angolul tökéletesen hangzik az, amit ki szeretnék vele fejezni. És ez nem más, mint a live and love to the fullest. Ezt szeretném idén. Élni és szeretni a maximumon, amit csak el tudtok képzelni. Úgyhogy ez fog középre kerülni, és e köré fog felépülni az egész álomtábla. Középre majd fel fogom még írni, hogy 2021, arról nem nyomtattam ki képet, de nem baj, megoldjuk. Segítesz anyának összerakni? Megérkeztek életem férfiai, úgyhogy innentől nem biztos, hogy teljes csend lesz a háttérben, de azért, hogy hallhatjátok, ahogy Oli motoszkál, vagy láthatjátok, ahogy a kamerát lögdösi, nektek kell hálásnak lenni, annyira fantasztikus élmény, úgyhogy szívesen. Ígérem nektek, hogy jövőre sokkal-sokkal összeszedettebb és átgondoltabb lesz ez az egész, viszont tekintve, hogy ez az első, egy kicsit minden össze-vissza lesz. Tehát arra gondoltam, hogy Barbie rám fog szólni, hogy sokat tehát azok. Arra gondoltam, hogy a szövegekkel fogjuk kezdeni, hogy szépen minden el legyen osztva, ugyanis nagyon zavarna, hogyha egy helyre csoportosulnának a szövegek. Ezt megpróbálom kikerülni, és kezdjük ezzel. A tavalyi évben nyilván egy kicsit ez betudható a koronának, és a karanténnak, és minden egyébnek, de nem biztos, hogy a legproduktívabbak voltunk. Nagyon sokat dolgoztam, ne értsétek félre, viszont azon kívül is vannak dolgok, amiket kellene csinálnom, úgyhogy az egyik idézet, amit szeretnék kitenni, az az, hogy do something today, hogy mindig érezzem azt a tettvágyat, amit kellene éreznem ahhoz, hogy
minden úgy klappoljon. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mire akarok kiukadni, de remélem, hogy igen. A másik az egy szó, amit szeretnék kitenni, és ez nem más, mint a consistency. A hullámvölgyeim vannak. Az az igazság, hogy elég sokszor van az, hogy belekezdek valamibe, akkor nagyon belekezdek, viszont aztán vagy a figyelmem lankad, vagy a lelkesedésem, és szeretném azt, hogyha idén belekezdek valamibe, akkor azt elejétől a végéig 100%-on to the fullest tudjam csinálni. Úgyhogy consistency a következő szavunk, amit fel szeretnék tenni. A következő dolgok, illetve igazából itt szépen minden össze fog kapcsolódni. A következő idézet az nem lenne más, mint hogy you can't have $1,000,000 goal with $1 work ethic. Szeretnék nagyon produktív lenni, szerintem erre rájöttetek. Nem nagyon kell ezt túlmagyarázni, illetve van egy célom, ami nem feltétlen idén fog megvalósulni, viszont mindenképpen idén szeretném elkezdeni az oda vezető utat, és erről csak ennyit szeretnék mutatni, CEO. Aki tudja, hogy mit jelent, az tudja, hogy mit jelent, aki nem, nem. Nem vagyok kifejezetten babonás, viszont annyira szeretném ezt a valamit, hogy semmit sem mondok nektek, legyen elég ennyi, és ez mindenképpen itt kell, hogy szerepeljen a moodboardomon. Térjünk át a képekre, ennyi volt a szövegekből. Van itt nekem egy kicsit átvitt értelmű képem, ami nem más, mint egy kamera, ami láthatóan egy válról lóg le. Szeretném, hogyha idén az eddigi bármikorinál többet videóznék nektek, és minél több tartalmat gyártanék. A vállon lógás szimbolizálja, hogy remélhetőleg nagyon sok helyre tudunk majd elmenni. Ha minden úgy alakul, de minden úgy fog alakulni, nagyon sok helyre szeretnélek elvinni titeket, szeretnénk Bencével elvinni titeket, úgyhogy ez a kis kép ezt szimbolizálja. Ami mellé szeretnék feltenni egy ilyet is, nagyon megtetszett ez az illusztráció, igazából körülbelül ugyanazt jelenti, mint az előző, viszont szerintem nagyon cuki, kamerával a világ körül. Ez nagyon-nagyon jó lenne, imádnám, hogyha el tudnánk menni minél több helyre, és tudnálak vinni titeket magammal, úgyhogy ez is felkerül az idei kis táblámra. És csak, hogy egy kicsit pontosítsak is, két helyet szeretnék mindenképpen kiemelni. Van itt nekünk egy New York, ami láthatóan nyilván az épületből, Empire State Buildingből lehet tudni, hogy ez New York, és a pezsgőt azt ne feltétlen vegyétek figyelembe, viszont egy női és egy férfi kéz van, ami természetesen szimbolizálja, hogy Bencével szeretnék elmenni mindenhova. Szia! Mit csinálsz? Jó Isten! Az asztal alatt bedugta a fejét. Tehát, hogy szeretném New Yorkot feltenni a kis moodboardomra, nagyon régóta ez egy vágyam, mint majdnem mindenkinek, de ez még nem teljesült, úgyhogy mindenképpen fent a helye. Ezután pedig, amiről már beszéltem többször is, egy konkrét maldívi szálloda szerepel idén a moodboardomon, ami nem más, mint a Lux South Ariától. Nem hagyhatom ki, egyszerűen muszáj felkerülnie. Természetesen konkrét számok is vannak a fejemben, amik nagyon szorosan kapcsolódnak ezekhez a dolgokhoz. Valahol a készítésben elveszett a YouTube-os és az Instás kis képem, viszont lehet, hogy erős vállalás, lehet, hogy nem, de mind a két helyen szeretném elérni a 300,000 követőt, illetve feliratkozót, és ahogy látjátok, az akarat az ott van, és szeretnék tenni érte, úgyhogy remélem, hogy ti is fogtok nekem ebben segíteni. Ez is fel fog kerülni mindenképpen a táblára, egy kis késéssel, de mind a kettő ott lesz. Lehet, hogy nem mindenkinek fog tetszeni a következő kép, ami ide felkerül, de ahhoz, hogy mindezt, amit itt láttok, meg tudjam valósítani, és természetesen a YouTube és az Insta vonatkozásaképpen szeretnék pénzt keresni. Micsoda? Iszonyatosan romlott vagyok, de szeretnék minél több pénzt keresni, természetesen arra, hogy ezeket, amiket itt láttok, tudjam finanszírozni, illetve nem szoktam erről beszélni, mert Magyarországon sajnos ennek is amúgy rossz megítélése van, de minél több pénzt szeretnék jótékonyságra is fordítani, úgyhogy erről ennyit, tök mindegy, természetesen ez is felkerül a táblán. Forog a videó, nem a sajátom, csak asszisztálok. Remélem, hogy nagyon jó asszisztens fiú tudok lenni.
ez az első munkanapom, még nem rúgtak ki. Ami késik, nem múlik. Oh. Aki látta a szikretes videómat, az tudja, hogy a 28 napos kihívásos könyv a varázslat a kedvencem, amiben megtalálható egy magic check, teljesen üres, ki kell töltened a saját nevedre, azzal az összeggel, amit szeretnél megkapni. Ide fel fogom írni azt az összeget, amit ebben az évben szeretnék megkeresni. Szeretném egészben látni ezt a számot, és szeretném, hogyha minden nap emlékeztetne rá, hogy miért dolgozom. Ezen kívül szeretnék egy olyan képet mutatni, ami egy kicsit elvont, és nem biztos, hogy érteni fogjátok. Bence tegnap végignézte az összes képet, amit kinyomtattam, és volt pár, aminél így rám nézett, hogy aha, de ez akkor mit is akar jelenteni. És az egyik ilyen kép az Rihanna, amit őszintén megmondom, hogy két kép között vaciláltam, ez a két kép volt, viszont úgy gondolom, hogy ez lesz a befutónk. Nem más miatt, nem tudom, ki emlékszik erre a fellépésre, de ezt a hangulatot szeretném idén. Így szeretnék élni. Ez motivációnak, hogy próbáljam magam a jó ösvényen tartani. Ha értitek, hogy mire gondolok. A következő kép az megint csak elvont, igazából a hangulat miatt megint csak visszautalok arra a videóra, amikor vágót kerestem. Tudjátok, hogy nagyon fontos kikötésem volt, hogy lányt szeretnék, ugyanis szeretnék magam köré egy csapatot építeni. Nyilván ez nem egy azonnali dolog, elkezdtem, ugyanis az egyfőből ketten lettünk, úgyhogy megdupláztam a létszámot, de továbbra is tartom azt, hogy szeretném tehetséges nőkkel körülvenni magam, és átvitt értelemben ez a... És itt van Bence, és ha hiszitek, ha nem, lassan 3 éve együtt vagyunk, és még mindig zavarba tudok jönni előtte. Az, hogy itt több százezer embernek mondok valamit, az nem zavar, de az, hogy bejött és fekszik hason az ágyon, attól zavarba tudok jönni. Tehát ez a csajok a világ fölött konkrétan, ezt a gondolkodásmódot szeretném tartani, úgyhogy ez is középre felkerül a moodboardomra. A következő kép az megint egy hangulatkép, ami nem más, mint a Wake Up and Smell the Inspiration kis fotócska, ez egy animáció, nagyon cuki, igazából ugyanazt sugallja, mint az összes többi felirat. A csajnak a pólóján egyébként az van, hogy Beverly Hills Vacation, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy egy Los Angeles se lenne rossz. Ezután jön a nagyon sokak szerint felszínes rész, ugyanis hallottam ezt már párszor, de őszintén megmondom, hogy ez a része nem zavar. Szeretem a divatot, szeretem a szép dolgokat, és szerintem ebben nincs semmit szégyelni. Ha megkeresed rá a pénzt, nem lopsz, nem csalsz, nem hazudsz, megkerested rá a pénzt, akkor teljes mértékben jogod van megvenni és élvezni azt a terméket, amit megvettél, úgyhogy most jönnek a márkák, ugyanis van pár olyan dolog, amire szeretnék idén szert tenni. Nem biztos, hogy mindet sikerül megvalósítani, viszont nem bánnám, hogyha minden összejönne. Mivel kezdjek? Ezzel kezdem, ugyanis nemrégen kaptam, képzeljétek el, egy üzenetet, teljesen váratlanul, egy osztrák számról, miszerint Bécsben Louboutin üzlet nyílt, és várnak sok szeretettel shoppingolni, úgyhogy határozottan tervben van az, hogy idén elmenjünk Bécsbe, és legalább egy pár piros talappal jöjjünk haza. Kacsalából forgó palotát. Talppal. Ezt szerettem volna mondani. Köszönöm a figyelmet, majd legközelebb megpróbálok értelmesen beszélni. És természetesen itt is, ahogy látjátok, egy néni, egy bácsi, mint mi Bencével, értitek a célzást, ugye? Nagyon régóta szemezek ezzel a márkával, viszont mindig úgy voltam vele, hogy tetszik, nem tetszik, akarom is, de nem is tudom. Viszont most határozott döntésre jutottam, hogy szeretnék egyet, úgyhogy nyárig tervben van egy Loro Piana kis lófer beszerzése. Addig még sokat kell dolgozni, de nagyon-nagyon szeretném. Remélem, hogy nyáron már ebben láttok mászkálni. A következő márka az a Louis. Igaz, hogy nem azt a táskát látjátok itt, amelyik nagyon-nagyon régóta a vágyam, és nem is tudom, hogy mikor jött ki, szerintem 16-os lehet az a modell, amit szeretnék. És ha idén úgy alakul, hogy megkeresem rá a pénzt,
akkor igenis meg fogom menni. A következő két márka, az utolsó két márka, ami szerepelni fog még a moodboardomon, azok sokkal magasabb árkategóriák, mint amikről most beszéltünk, és ezek azok, amik bőven befektetésnek is számítanak, viszont szeretném kirakni ezt az ötletet az univerzumba, és hát ha minél hamarabb idejönnek hozzám ezek a dolgok. Az egyik az a Van Cleef lesz, kifejezetten egyfajta ékszert szeretnék ebből a márkából megszerezni. Szeretném, úgyhogy felteszem. És a másik márka az pedig az Hermès, és innen pedig természetesen, mint mindenki másnak, két táska lebeg a szemem előtt. Egy Birkin és vagy egy Kelly, és az egy után több. Ezt egyébként elmondanám, mielőtt bárki ezen kiakadna. A Birkin és a Kelly táskák jobb befektetésnek számítanak, mint az arany. Úgyhogy határozottan céljaim közt van legalább egy ilyet a tulajdonomban tudni. Viszont ez, mondom, még odébb van, de kitettük az univerzumba, aztán majd egyszer csak megérkezik. És akkor, ha jól sejtem, az utolsó képem, mondtam a YouTube-ot és az Instát, azt később fel fogom dobni oda, viszont az utolsó kép az két dolog miatt is fel fog ide kerülni, ami nem más, mint egy űrbeli kép a csillagos égről. Az egyik indok az, hogy szép, és imádom az űrt. Erre most kezdek amúgy rájönni, hogy kifejezetten nagyon szeretem az űrt és a csillagokat, úgyhogy ez már csak azért is megéri, mert gyönyörű, viszont szeretném, hogyha ez emlékeztetne arra, hogy ami itt van, az lehetséges, és csak akarni kell, és tenni érte, és megkapom. Úgyhogy ez a motiváció. Ezt is ide szépen felteszem. Természetesen, ahogy mondtam, a helyet kihagyjuk a YouTube-nak és az Instának, viszont ezeket most szépen felragasztom, kiteszem a falamra, hogy minden nap lássam és szem előtt legyen, és tudjak ezekre a dolgokra gondolni. Remélem, hogy meghoztam egyébként a kedveteket hozzá. Szerintem az egyik leghatásosabb módja a vonzás törvényét aktiválni igazából a vizualizációval, ez pedig a legerősebb formája a vizualizációnak. Úgyhogy ha véletlen valaki csinál saját moodboardot, akkor küldjétek el nekem mindenképpen, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nektek mik a vágyaitok. És remélem, hogy tetszik nektek az én 2021-es moodboardom, hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok nekem egy lájkot erre a videóra. Hogyha nem vagytok, akkor iratkozzatok fel és támogassátok a 2021-es YouTube-ra vonatkozó elképzeléseimet. És ha bármi ötletetek van, hogy milyen videót szeretnétek látni idén, akkor azt mindenképpen írjátok meg nekem a komment részlegbe. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. A következőben találkozunk. Sziasztok!